Szent András Ligetben a freestyle motocross ugróson Hamza Zoltánt, Békés Szent András polgármesterét kérdezem. Milyen Szent András sportélete, hiszen most itt mögöttünk quadok, crossmotorok vannak felsorakozva a levegőben, kis műrepülő repked. Mi településünk mindig híres volt a sport életéről. Az elmúlt időszakban vált népszerűvé ez a fajta, ez a típusú sport, mert hát a hagyományos sportokat űzik Békés-Szentandráson a lakosok, a futball természetesen a legnépszerűbb, de kézilabdánkon, és hát nagyon színvonalas módon űzik a kajak-kenu sportot Békés-Szentandráson, mint vizes sport, és hát a lövészeket, a táncosokat kell megemlíteni, akik nagyon színvonalas versenyeket, rendezvényeket szoktak megtartani, de hát természetesen a lakosság minden korosztályát, minden rétegét szórakoztatják. És hát a Csavargók motoros baráti köre egy 6-7 évvel ezelőtt hozta be ezt a típusú sportot településünkre, amely hatalmasnak népszerűségnek örvend, és negyedik alkalommal rendezik meg a Barna Antiék ezt a rendezvényt. Volt már a 44-esen motoros bemutató, majd a Szent László utcán volt egy hasonló bemutató, és most itt másodjára van ebben a Szent András Ligetben ez az ugrósó, ami egy nagyon látványos és akrobatikus sport, és hát itt mindenkinek biztosítanak szórakozási lehetőséget, úgy a gyerekeknek, mint a középkorosztálynak, tehát nálunk Békés-Szentandráson a sport nagyon népszerű és nagyon támogatott. Így van, támogatásról esett szó, kivette a részét a Békés-Szentandrási önkormányzat is ennek a rendezvénynek a megszervezéséből? Természetesen, megyei önkormányzat támogatása mellett, ami 1 100 000 forint rúgott, úgy a Békés-Szentandrási önkormányzat is erejéhez mérten támogatja az egyesületet, mintegy 400 000 forinttal támogattuk ezt a rendezvényt, és azt gondolom, hogy jó helyre ment a pénz. Ha szétnézünk, láthatjuk, hogy mennyi ember érzi itt jól magát, és hát még a fő akció 8:30-kor fog kezdődni. Nagyon szépen köszönöm, és hát kellemes estét kívánok! Szia.